Szerintem eszméletlen magas az euró. Itt teljesen kikészített. Eszméletlenül rossz. Kivéve azoknak, akik vagy euróba tudják tartani a pénzüket, mert azoknak nyilván előnyös, de akinek adóssága egyebe van, vagy utazni akar, annak nagyon hátrány. Aki nem gondolkodik, hanem csak azt mondja, a szentség itt már megint fölment. Biztos azért, mert a kormány ilyen hülye, hát az arról nem lehet tenni. Euro, neuro, don't be skeptic, hermetic, pathetic, analphabetic, forget old cosmetic, you need new poetic, aesthetic, eclectic, dialectic. Meglepődök mindenképpen, mert az egész családom külföldi, és mikor ide jönnek, akkor eurót is váltanak, meg minden pénzt váltanak, és meglepően magas. Nem spekuláltam, elmentem az első pénzváltóba, ahol tudtam, aztán egyszerűen ott váltottam, 307 forint volt, 307-ért vettem. Ott is számítani lehetett rá, az ember úgy magába beáraszta a dolgot, és megtörtént, amit nem akartunk. Jó, látom, hogy nem vagy valami izgatott, vagy mi lenne az a szint, amikor már te is rohannál a pénzváltóban? Hogy euróba váltsak? Én nem tudom, szerintem olyan szintre azért nem megyünk el. Legalábbis remélem. De eljön az a pillanat, amikor rohanna ön is a pénzváltókod? Hát persze, biztos, mondjuk 280 forint körül már váltana az ember szerintem, ha el szeretne menni nyaralni, de hát így ez nem. Amikor hirtelen felugrik, akkor csak akkor van értelme váltani, hogyha tényleg akkor összegen, amin lehet sok pénzt keresni. Van, aki ezzel keres sok pénzt, de én nem szoktam ilyenkor a bankba rohanni. Általában normalizálódik a helyzet. Indokokként szerepelt az gyakorlatilag itt a jegybank elnök kinevezése, illetve hát egy kicsit ilyen bizonytalanság, ami ezt övezi. Nem tudom, én annyira nem látok bele, annyira nem vagyok egy gazdasági szakember. Én nem tudom, a politikusoknak ez miért jó, mert nekem nem jó, az biztos. Hát a jelenlegi politikai helyzetben úgy gondolom, hogy ez eléggé befolyásolja az euró árfolyamát is, a gazdasági nehézségek az egész világban, ami van. Biztos, hogy a külföldi spekulánsok azok döntik el, hogy mit csináljanak a magyar valutával. Hát nem tetszik nekik például az új bankelnöknek a pofája, most lerontják a forintot. Hát én úgy gondolom, hogy mint kisembernek sok beleszólása nincsen, de végül is mi alakítjuk a jövőnket, meg az egész sorsunkat. Meg akarják törni ennek a kormánynak az önállóságra való törekvését, és hát nem tetszik, hogy nem az IMF-től vesszük fel a pénzt, hanem megpróbálunk a piacról pénzt szerezni. Ezt értettem úgy, hogy nem nagyon aggódik az euró magas árfolyama miatt. Nem. Megmondom miért, mert tényleg úgy van, hogy panaszmentes élet nincs. Mindig van panasz, de viszont akik Istenbe bíznak, azoknak erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejű, futnak és nem lankadnak el. Euro, 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 euro.